becsületetekért és a szép búcsúért is kellett játszani, és úgy gondolom, hogy ez a válogatott most megmutatta, hogy igenis van benne tartás, és azt is, hogy tud nagyon jól játszani. Igen, de én ezt elmondhattam volna tegnap előtt is, ha nyerünk, akkor ugyanezt el tudtok volna mondani tegnap előtt is, mert nem játszottunk egyáltalán rosszul. Itt rögtön a meccs után, az olasz meccs után mondtam, és aztán visszanézve a videót, ugyanez a véleményem. Hiányoztak az akciógóljaink, de nagyon fegyelmezettek voltunk, és az emberes kihasználásunk a legjobb volt ezen a nyáron. Ennek ellenére természetesen elvesztettük a mérkőzést, úgyhogy hát szinte a nulláról kellett indulnunk a mai meccsre. És hát nyilván, ahogy mondod, a büszkeségünk a tét, és még mindig az. Tehát ez most, hogy a fele megvan, a másik fél büszkeségünk az holnap után kell, hogy visszaszerezzük. Most úgy tűnt tényleg, hogy minden összejött. Igen, jól játszottunk, de most is volt olyan pillanat, amikor fölzárkozott az ellenfél egy gólról, és akkor tudtunk fordítani újra. Következik Montenegro az ötödik helyért, hasonló a tét. Valószínűleg egy nehezebb mérkőzés, mint az amerikaiak ellen. Mindenképpen. Ez egy nagyon nehéz meccs volt, de hát lelkileg ez is nehéz volt. Én azt gondolom, hogy mi mindig egy kicsit magunkat kell, hogy legyőzzük, mert én azt gondolom, hogy tényleg jók vagyunk bizonyos helyzetben. Nem voltunk olyan jók tegnap előtt, amikben ma jobbak voltunk, de még mindig van szerintem bennünk, és holnap után egy új 0-0-ról indult. Tehát én nem gondolom, hogy azért, mert ma jól játszottunk, jól fogunk játszani holnap után is, de olyan nagy problémák, csapat problémákat nem éreztem itt egyelőre a VB-n. Egyénileg tudunk sokat fejlődni még.